Üdvözlök mindenkit, Nekroklim vagyok, hölgyeim és uraim, Warframe végre napvilágot látott a Nightwave, avagy az első részlege évada a Nightwave-nek, ami a Wolves of Saturn 6-re. Hallgat, kicsit késve érkeztem meg a partiba, semmi probléma. A Warframe valószínűleg amúgy is úgy van összerakva, hogy soha semmiről nem maradjál le, és mindent megkapjál, hanem most, egy kicsit később. Nos, hölgyeim és uraim, íme Wolf's of Saturn 6 mindent, amit lehet tudni én is, ami rövid idő alatt felfedeztem erről az egészről. És egy-két meglepetés, ami azt mondom, hogy a veterán játékosok is meggondolják, hogy visszatérjenek a játékba, illetve belekezdjenek a formulásba, mert egy nagyon-nagyon érdekes dolgot véltem el felfedezni. Hölgyeim és uraim, hogyha meglépegetjük a szinteket nagyon ügyesen. Umbra forma. The fuck. Szóval most már ott vagyunk, hogy ezt is üvegre kell formázni az umbrákat. Új bildek fognak születni, illetve umbra modokat formázhatunk bele a warframe-jeinkbe. Nem tudom, hogy hogy érzek ezzel kapcsolatban. Nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre. Mit gondoltok az umbra formákról? Valóban kellenek nekünk az umbra formák? Fog valamit változtatni igazából a bildelésünkön? Most az, hogy felszabadítunk egy-két helyet, attól jobb lesz. Tehát, hogy ő ő őszinten legyek, ugye csináltam egy-két umbra warf warframe már most, és nem éreztem azt, hogy szükségem van, ugye több formát bele kellett rakjak, hogy beleférjenek az umbra uh, modok természetesen, és de, de meg tudtam oldani úgy, hogy uh, ne legyen belőle probléma. Meg tudtam úgy oldani az umbra modokkal, hogy umbra uh, uh, warfémeket eket csináljak a sima warframe hogy hogy nem tudom, hogy igazán szükségletét érzem -e annak, hogy legyen egy umbra formák. Minden esetre nem egy rossz dolog. Olyan apróságok vannak itt, mint a forma Bundle. Ez, ez valami olyasmi, azt hiszem, hogy minden Warframe-esnek egy kötelező dolog. Szóval ez, ez egy tök tökre jó dolog. Szóval Wolf Owl, Summon the Pack. Még nem tudom, hogy az mi. Arcane Energize! Jesus fucker! Szóval uh, valaki írja le, hogy mi a Wolf of Howl, nagyon kíváncsi vagyok, uh, mert addig, ne, mire elérem azt a szintet, addigra kiderül, szóval valaki írja le, hogy mi az, hogy Wolf of Howl, uh, valószínűleg, uh, valószínűleg csak egy, uh, hogy is mondjam, Uh, animációt, ez semmi nagyon extrát nem tudok rá elképzelni, de Arkane Energizer, Jézus Mária! Uh, ez az az Arkane, ami a Warframe-et ben, a Warframe-ben kötelező, szóval ez legyen meg. Na most azzal, hogy ezt behozták ide, azzal felborították teljes mértékben az egyensúlyt. Szóval jep uh, Gyerekek árkén Energize ki lehet szedni, egyszerűen elképesztő. Úgyhogy, ja, hát meglátjuk, hogy hogy alakulnak a dolgok. Szóval, mindezekért, hogy ezeket megszedjük, vannak itt Jodo, Orokin Catalyst, továbbá, ugye van az új pénznem, a Wolfcred, amiért. Meg tudsz venni különböző ugye kozmetikai eszközök, mint az helmetek, skinek, uh, Aura modok, Kataliszt. Egy dísz az űrhajódra, vóban uh, konkrétan. Itt van minden, ami kell, egy közép haladó, illetve egy akár veterán játékosnak is. Uh, ezen ugye a Orokin Katalysz nekünk mindig kell, ugye Wolf Salute, na, tehát akkor azok tényleg animációk lesznek, szóval embléma. itt semmi nagy Warframe slot, bitch please, Warframe slot, elért a Warframe egy olyan gazdasági helyzetbe, ahol megengedheti, hogy ezt ingyen odaadja a játékosainak. Mikor fogunk egy ilyet látni egy olyan cégtől, mint az IE vagy Activision, egy olyan játék esetében, mint például az Antem? Warframe le a kalappal, tehát megint csak, és minden szinten kapunk valami weapon slot, minden szinten kapunk valami olyasmit, amiért a Warframe-be jelen pillanatban ért, érdemes visszatérni, és megszer 20 ezer kuva végre! Végre nem egy pöcs-fingnyi uh, valamiért kell mennünk, végre nem 10 percet kell bellegyünk, hogy kapjunk egy tetves, mi a neve annak a szarnak, amit lehet kapni az elitalerteken? Tehát így, 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 ja. Szóval 20 ezer kuva már valami olyasmi, amiért érdemes dolgozni. Uh, Hát ez tök jól néz ki. <laughs> szóval ezt ugye rá lehet tenni a gördeszkákra, vagyis a, a lebegő a k drive-ra. <laughs> Újabb 20.000 kuva. Végre. Uh, azt kell, mondjam. Szóval um, le a kalappal. Az Arcane Energize azért szerintem sokan nem örülnek, mert nagyon sok plattól esnek el, hogy ez ehhez ingyen hozódnak a játékosok. De azt hiszem... Uh, már ideje volt, hogy a Warframe Arkane Energize esetében is elérjen egy olyan stádiumba, ahol, meg lehet ezt szerezni, anélkül jelentősebb platot kelljen kiadni. A piac így leszűköl ugye a Riven modokra, illetve a Prime cuccokra, mivel nincs is baj, mert a Riven modok így is über drágák tudnak lenni, szóval jó kereskedelmet lehet hozni a Riven modokról. Nem beszélve arról, hogy a kuva mennyiséget, amit ki tudsz szenni ebből az eseményből, az nagyon-nagyon boostot adhat a Riven kereskedelemnek azáltal, hogy egyre jobb statokat lehet kiforgatni, mert lesz kuva mennyiség. Na most, Arcane Energize, hát, hogy egyet kapunk, tehát nekem az a sejtés, amely a következő évadokban fogjuk megkapni a többit, úgyhogy ez majd kiderül, de ez, ez, egy elképesztően jó dolog. Szóval, akinek már van néhány raktáron, az mindenképp jó jár egyel is, szóval le a kalappal, kis kozmetikum, de az umbra forma, meglátjuk. Na most, ahhoz, hogy szintet lépjél, ugye, ezen challenge-eket kell megcsinálni. Én, én úgy döntöttem, hogy megcsinálom a könnyebbeket, tehát graffiti, tehát tényleg deploy a glyph, uh, le 25 object, tehát easy peasy, ez meg van magától a játékban, ezt már meg, uh, ja, egyet már megcsináltam, ugye, ha, tehát nem nehezek azt a challenge-ek ahhoz, hogy uh, Elérd azokat a, 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 a szinteket, tehát hidrolisztot meg kell ölni 5000-é, szortit meg kell csinálni egy baráttal vagy klántárssal, uh, 100 Eximus meg kellő 5000 pontért. Tehát nem nehezek a challenge-ek, könnyen, könnyen lehet lépni. Szinteket. Vannak idegesítők, mint például, hogy szkennel egy ki, a franc akarnak neki szkennelni, nem akarnak neki szkennelni, főleg nem 3000 ponté, őj meg 500 enemit. Tehát sok olyan dolog van, ami megtörténik magától. Ez három nap múlva leles cserélődve, és és amire lejár az évad, addig kétszer megléped a 30-as szintet. Szóval, gyerekek, nekem tetszik. Ez, a, ez az évad, tetszik a Nightwave koncepció elképzelése, úgyhogy le, le a kalappal. A másik dolog, ugye minden Nightwave évaddal újabb történetet, karakter, lore történetet fogunk megkapni. Fogok csinálni egy videót, amint több mennyiségű lore történet jön ki, több összefüggés lesz. Ezen kis rövid videók előtt, amit itt láthattatok, ugye ebben az évadban. Úgyhogy mindenképp lesz. Jelen pillanatban egy grinier tudhattunk meg, akit úgy hívnak, hogy a Wolf of Saturn, tehát a Saturn farkasa, mert hogy ott raboskodott egy börtönben, amit a építket építettek, és onnan most elszabadult, és rója a területeket. Szóval, ja, ez lenne röviden Wolf of Saturn Sikt, az első act, az első évad a Nightwave sorozatokon belül. Le, ez, ez, egy korrekt lépés volt, úgyhogy Warframe le, le a kalappal, ez egy korrekt lépés volt. Köszönöm a figyelmet, a Discord szerverünk mindenki számára elérhető, csatlakozzatok nyugodtan, a klánunk bárki számára elérhető, csatlakozzatok nyugodtan, linkek mind a kettő az ebben a, ennek a videónak a leírásában van, kérdések, kommenteket várom eme videó alatt, vagy Facebookon, ha jól, jól esik. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok.